Az Elit Alakulat 2.0, valamint a Szabolcs vezér földjén című honfoglaláskori kiállítások mellett bronzkori és kriminalisztikai tárlatokat is rendeztek, melyre közel 12 ezeren látogattak el. Ezek voltak a Józsa András Múzeum legnépszerűbb tárlatai 2021-ben. A múzeum éves tevékenységére is rányomta bélyegét a pandémia, ennek ellenére sikeres évet zárt az intézmény. Látogató számok tekintetében sem maradtunk el nagyon a pandémia miatt. Ha minden rendben ment volna, számításunk szerint olyan 110-120 ezer látogatóra számítottunk még az év elején, de hát ugye a pandémia közbelépett, de ennek ellenére 91.650 fő az, ami meglátogatott, látogatott, látogatta három intézményünket. Ebből kiemelném, hogy a Sóstói Múzeum falut, ahová bátrabban mentek a látogatók, mert ez egy nyitott múzeum, ugye? 70.210 látogatója volt 2021-ben ennek az intézményünknek. A világjárvány a tudományos munkát is befolyásolta. A korábban a múzeumban és társintézményeiben tartott konferenciákat csak az online térben rendezték meg. Az ásatások azonban folytatódtak. Ezeknek is köszönhető, hogy az intézmény Számos műtárgyal gazdagodott 2021-ben. Emellett vásárlás és adományozás útján is kerültek be értékes darabok. Nagyon szép számú restaurált anyag valósult meg 2021-ben is. 17.369 darab műtárgy ment át aktív állományvédelmi kezelésen a restaurátorok kezén. Ezen kívül, ami nem aktív, csak nagyon minimális kezelést jelentett, az még plusz 20 000 darabot jelent. Úgyhogy ez egy óriási szám, és nálunk öt restaurátor van. Az intézmény 2021-ben megalapította a Pro Museo díjat. Az elismerésre minden évben a múzeum egy munkatársát terjesztik fel a kollégák. Emellett díjazzák azokat, akik tárgyi adományt ajánlottak fel a múzeumnak. Tavaly egy alapítványt hoztak létre, melynek célja, hogy az intézményben folyó tudományos munkát támogassák. A Józsandrás András Múzeumban 2022-ben átfogó felújítás kezdődik. A korszerűsítés a tervek szerint 2023 év végére fejeződhet be. A múzeum ezért január 31-től a közel két éves felújítás időszakára bezár. A jelenleg berendezett állandó a költözés előtt még megtekinthetők.